A Nemzeti Együttműködési Alap idén több mint 11 milliárd forint keretösszeget biztosít a civil szervezeteknek. A pályázatok célja, hogy erősítse a szervezetek közösségteremtő erejét, biztosítsa az ehhez kapcsolódó költségeket, és segítse a társadalmi szerepvállalásukat. Egyszerűsített pályázaton a 7 millió forint alatti, két utolsó évben ilyen jellegű éves bevételre rendelkező civil szervezetek ezt a számíteli beszámolóval tudják igazolni, adhatják be a pályázatot, akik helyi és területi jellegű szervezetek működési és szakmai alaptevékenységhez kötődő célokra pályázhatnak. Az öt kollégiumhoz adják be, ők is a pályázatot, de itt csak formai bírálat van, és formai bírálaton érvényes pályázatot benyújtó civil szervezetek ezt az összeget megkaphatják. Abban az esetben, ha ők formailag érvényes és a keret kimerüléséig rendelkezésre álló forrásra pályáznak. Az elmúlt években még sosem merült ki ez a keret. Ha ez megtörténne, beérkezési és elbírálási sorrendben osztják ki a támogatott összeget. Az összevont pályázatok esetében, ha csak működési célra szeretné fordítani az összeget a szervezet, akkor maximum 3, ha működési és szakmai célra is 4,5 millió forint a maximum igényelhető összeg. Tavaly összesen több mint 7500 ilyen igény érkezett be, amelyből valamivel több mint 7000 pozitív elbírálást kapott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 500 pályázatot nyújtottak be a szervezetek, ezzel több mint 500 millió forintot hívtak le a megyébe. Nagyon nagy az aktivitás, az ország második legnagyobb aktivitás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Ez azt mutatja, hogy nagyon jól végzik az itteni civil szervezetek a munkájukat, és nagyon jó, nagyon magas számban igényelnek ilyen jellegű támogatást, ami azt mutatja, hogy valós civil szervezetekről beszélünk, valós programokat és valós tevékenységet végeznek. Az összevont támogatásra 2022. október 3-ától november 2-áig, míg az egyszerűsítetre október 17-től november 16-áig lehet pályázni.